Nagy szeretetek, köszöntelek titeket. Amikor imádkoztunk és körül kellett nézni, hogy olyan valakit keressek, akit nem ismerek, akkor legelőször az jutott eszembe, hogy hát ez nem lesz nehéz, mert szinte senkit se ismerek. Aztán feltűnt egy pár ismerős arc, és megláttam Ágit is. Őt kislánykorában láttam először. Még Galgabutai körzetben voltam őrült teológus, amikor találkoztunk, és akkor még nem ismerte az Urat, de azóta megismerte, és dicséri őt. Továbbra is áldjon meg titeket az Úr, erősítsen, és legyen veletek. Pár szót talán mondanék magamról, nem mintha olyan nagyon fontos lenne, de lehet, hogy valaki nem ismer. Annyit kell rólam tudni, hogy 1973-ban születtem, ügyes fejszámolók már ki is számolták, hogy... Hát, még annyi nem, csak majdnem. És 17 éves koromban tértem meg, körülbelül ilyen korban, mint amilyenben ti vagytok most, vagy egy kicsit fiatalabb korban, egy táborban, Tahiban, ahol kötetnek a ismeretségek, megtérések és néha házasságok is. Ott találkoztam az Úrral, és jó volt átélni azt, ahogyan egy 17 éves, önmaga körül forgó, beképzelt, önző, elég csúnya szájú fiatal embert megszólított az Isten. Elében rakott egy tükröt, és ebben a tükörben megismertem, hogy talán mégsem vagyok olyan jó fej, mint amilyennek gondolom magam. Rá kellett jönnöm arra, hogy nekem is vannak bűneim, titkos bűneim, nyilvánvaló bűneim. És emlékszem arra a napra, 1990. augusztus 20-ára, amikor egyszer csak le kellett borulnom az Isten előtt, és azt kellett mondanom, hogy csak te tudsz segíteni rajtam. Utána dolgoztam egy kicsit szakácsként, utána jött egy év katonaság, és utána elhívott Isten az ő szolgálatára, nagyon izgalmas volt. Ifjúsági konferencia volt, ugyanilyen fiatalok voltak ott, mint ti, csak egy kicsivel korábban. Békésen volt egy ébredésről szóló konferencia, és amikor szerveztük, akkor nem gondoltuk, hogy az is lesz belőle. Néha meglep bennünket az Isten, hogy komolyabban vesz minket, mint ahogy mi őt. És ezen a konferencián nagyon sok fiatal kiment, és nagyon sok fiatal odaszánta az életét Istennek velem együtt. Aztán azt kellett megharcoljam, hogy ott hagyni a munkahelyet, a biztosat a bizonytalanért, hát ugyebár nem volt könnyű elindulni a teológián, de elkezdhettem, és 2000-ben befejeztem. 2000-ben házasságot kötöttem feleségemmel, Cserepka Margittal, és két gyermekkel ajándékozott meg bennünket az Úr. Egy Bence nevű kenus fiúval, és egy Benyámin nevű aranyos fiúval, aki mindig meglepetéssel szolgál, sosem lehet kiszámítani, mi törik el, mi romlik el, mi tépődik le. Tehát sok izgalmas dolgot hoz az életünkbe, de így a jó. Győrben szolgálhatok most 2008. augusztusa óta, és hát talán ennyit szerettem volna magamról. És lenne egy kérdésem felétek, kicsit lejövök, ha nem baj. És kit is nézzek ki. Hogy vagy? Hát, betegesen. De hogy vagy? Kösz, jól. Biztos? Határeset. Hoppá! Milyen érdekes. És te, hogy vagy? Köszönöm, én is nagyon jól. Hogy? Hogy? Hogy jól. És te? Kicsit fáradtam. De az Úr tudott, hogy fel fog téged üdíteni ma. Reméljük legalábbis. Azért kérdeztem meg, hogy hogy vagytok, mert lehet, hogy az emberek megkérdik tőletek, hogy hogy vagytok, és abszolút nem érdekli őket, hogy hogy vagytok. Tudjátok, ez az amerikai köszönés, aztán elmenek tovább, és abszolút nem érdekli. Aztán mások megkérik, hogy hogy vagytok, és igazából nem az igazságot mondjuk el, hogy hogy vagyunk, hanem hát jól, hát most mit mondjak, és amikor rákérdeznek másodszor, harmadszor, negyedszer, ötödször, tizedszer, akkor kiderül, hogy talán nem is vagyunk olyan jól. Aztán valamikor megkérdeznek, hogy hogy vagyunk, de igazából nem is figyelnek rá, hogy hogy vagyunk, és van valaki, és ez Jézus, aki tényleg érdekel, hogy hogy vagy. Hogy jöttél ide ma? Arról lesz szó ezen a mai
estén, hogy kerültél-e már olyan helyzetbe, amikor úgy kilátástalan volt minden? Amikor úgy érezted, hogy összecsapnak a fejed fölött a hullámok, és nem tudsz mit tenni. És kifelé azt mutattad, hogy minden oké, minden rendben van, de belül valami egészen más volt. Érezted-e már azt valamikor is, hogy mintha nem lenne kiút ebből a helyzetből, amiben éppen vagy? Amikor beszűkült az életed. Amikor a sátán elhitette veled, hogy csak az az út van, amit ő kínál fel. Voltál-e már reménytelen? Amikor valamihez nagyon nagy reménységet fűztél, és bíztál benne, hogy összejön és sikerülni fog, és egyszer csak minden eloszlott. És ott álltál romokban, és azt kérdezted Istent, hogy most hogy tovább? És mi lesz a következő lépés? Hadd mondjam el, bárki járhat így. Bárki. Még a legerősebb emberek is. Akikről azt gondolnánk, hogy ők soha, de soha nem inognak meg, ők soha nem lesznek depressziósak, ők mindig erősek, és úgy látjuk őket, mint akik mindig egy szilárd, biztos, olyan emberek, akiket talán még az ördög se tud kikészíteni. De Isten látja, hogy milyenek vagyunk. És erről szeretnék egy történetet felolvasni a Bibliából. Királyok első könyvéből, a 19. részből. Nyissátok ki a Bibliátokat, ha itt van. Vegyétek elő a mobiltelefonotokat, halkítsátok le, keressétek ki a Biblia programot, és megtalálhatjátok az 1 Királyok 19-ben. Az első verstől olvasom majd az igét. Felállunk? Jó. Egy Királyok 19-ből olvasom. Amikor Akháb elmondta Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a profétákat megölte karddal, Jezabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek, most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, amit azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Bersebába. Legényét ott hagyta. Ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy rekettye bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, Uram! Vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a rekettye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró küvön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az urangyal a másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéhez a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta. Jöjj ki és állj a hegyre, az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palásjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor ezt mondta neki az Úr. Menj,
Kelj ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel hazaélt Arám királyává. Azután Jéhut Nimsi fiát kent fel Izrael királyává, Elizeust az Abel-Meholai Safát fiát pedig kent fel profétává magad helyébe. És aki majd megmenekül hazaél kardjától, azt Jéhu öli meg, és aki megmenekül Jéhu kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, és minden szájat, mely nem csókolta meg azt. Amikor elment onnan, rátalált Elizeusra, Safát fiára, aki éppen szántott. 12 iga ökör volt előtt, ő maga 12-nél volt. Amikor Illés elment mellette, rádobta a palástját. Akkor ő otthagyta az ökröket. Illés után futott, és ezt mondta. Hadd csókoljam meg apámat és anyámat, azután követlek. Ő azt felelte, menj, de térj vissza, mert valamit tettem veled. Elizeus otthagyta őt, de aztán vette az egyik pár ökröt, levágta, és az ökrök szerszámánál megfőzte a húst. Odaadta a népnek, és ettek. Ő pedig elindult, követte Illést és szolgálatába állt. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a ma estét. Köszönjük, kedves lelkedet, hogy itt van közöttünk. És köszönjük neked azt, Úr Jézus, hogy te most szeretnél bennünket személyesen megszólítani. Te pontosan látod, hogy hogy is vagyunk. Nem csupán a hangunkat hallod. Látod mindazt, ami lezajlódik bennünk. És Úr Jézus, hogyha el vagyunk csüggedve, ha reménytelenség, kilátástalanság, elveszettség érzés, vagy ilyenek vannak bennünk, akkor kérlek arra, hogy ahogy tetted ezt Illésnél is, te szolgálj felénk ezen a ma estén. Szeretnénk bátorítást venni. Szeretnénk meggyógyulni. Szeretnénk reménységet kapni tőled, hitet, ami túllát a nehézségeken, amely nem önmaga körül forog, hanem kész úgy látni az eseményeket, ahogyan te látod. El akarjuk utasítani a sátán mindzugságát, és minden támadását, amelyel bennünket próbál kétségbe ejteni, letiporni, kiállítani a te szolgálatodból. Úr Jézus, neked akarunk hinni, és nem akarunk beleragadni élethelyzetekbe, nem akarunk beleragadni az önsajnálatba, hanem igenis a te erőddel, a te szellemed segítségével újra erősek akarunk lenni, újra bízni akarunk benned. Kérlek, hogy vezess minket így. Amen. Foglaljunk helyet. Az a címe ennek a ma estének, hogy reménytelen helyzetek, kiút és megoldás, soha ne add fel. Isten mindig ad új esélyt. És hadd hangosítsam föl ezt az utolsó mondatot, soha ne add fel. Isten mindig ad új esélyt. Isten az esélyek istene. Az esély adás istene. És én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem már nagyon sokszor adott esélyt. És egyszer sem mondta azt, hogy bocs öreg, eljátszottad, húztam a strigulát, vége. Most már ott hagylak, ahogy vagy, csináld azt, amit akarsz. Soha nem mondta ezt nekem Isten. Soha nem mondta ezt nekem Jézus. Mindig bízik abban, hogy felállok, hogy tovább megyek, és győzök vele. És ugyanúgy bízik benned is, legyél bármilyen élethelyzetben, akár olyan élethelyzetben is, mint amilyenben Illést látjuk most. Nagyon érdekes Illés helyzete. Hogyha ezt a hogy vagyot kicsivel korábban kérdeztük volna meg tőle, akkor azt mondta, hogy nagyon jól. Győztem. Hiszen azt látom, hogy Isten működik és munkálkodik, és tűz csap le az égből, megemészti az áldozatot, fölnyalja a vizet. Bebizonyítottad, Uram, hogy te vagy az élő Isten. Magadhoz fordítottad az izraeliek szívét. Megszégyenítetted a Baál és Asera papokat. És egy szellemi tisztítást hajtottál végre, Uram. Jól vagyok. Nagyon jól vagyok. Fantasztikus. És eltelik egy kis idő, és nem hiszek a szememnek, ugyanez az Illés ott hever romokban. És az ember azt mondja, hogy hát ugyanez az emberről van szó? Vagy csak egy névrokon? Vagy hasonló ruhát vett föl? De nem, ugyanarról az emberről van szó. Mert nehézségek, próbák mindenkit érnek. Még a
kiválóbbakat is, ugye? De Isten, Isten. És Isten bármilyen mélyről, bármilyen szorult és nehéz és kilátástalan és reménytelen helyzetből ki tud emelni. Téged is. Azt látjuk, hogy Illés egy győzelmes időszak után krízisbe kerül. És ebben a krízisben nem tud mit tenni. Mégis milyen üzenete van ennek az igének felénk, és mi az, amit meg akar vele Isten tanítatni velünk? Az egyik dolog, amit én látok ebben az igében, hogy nagyon sokszor a sátán be akarja szűkíteni az előttünk álló lehetőségeket. Azt látjuk itt az igében, hogy ez a nagyon erős és győzelmes és kiváló ember megijed egy asszonytól. Egy Jezebeltől. Azt hallja, azt mondja Jezabel, úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. És nem tudni miért, de Illés megijed. Mit tehetett volna Illés? Hát több mindent. Mondhatta volna azt, hogy ha már hoztad az üzenetet, akkor vigyél is egyet neki, és mondd azt, hogy nem félek tőled, Jezabel, ahogy a prófétáidnak annyi lett, ha meg nem térsz, neked is annyi lesz. Mondhatta volna ezt? Valószínűleg. Vagy mondhatta volna azt, vagy tehette volna azt, hogy itt be, ott ki? De a kísértő üzenete a félelem által bejutott a szívébe, és elkezdett dolgozni. És tudjátok, amikor depressziós, elkeseredett, csüggett, reménytelen vagy, akkor tulajdonképpen a félelemnek engedsz utat a szívedben. Olyan félelmeknek, amik be se fognak következni. Mert a sátánnak ez a célja, hogy megfélemlítsen téged. Elintézte Jezabel Illést? Nem. De a félelem pont jó volt arra, hogy kivonja a forgalomból. És lehet, hogy Isten téged ezen a időpontban, vagy ebben az életed, ebben a szakaszában ezt akarja tenni, hogy a félelem által ki akar vonni a forgalomból. Hogy valamilyen félelmet behoz az életedbe, hogy megijedjél, hogy ne az legyél, akinek lenned kellene, és a félelem által elkezd leuralni. És egészen másképp viselkedsz, mint ahogy eddig viselkedtél. És hadd mondjam el, és hadd kívánjam neked azt, hogy ne hallgass ezekre a hangokra. Van hatalmad Jézus nevében az ilyen félelmet generáló, és félelmet becsempészni kívánó dolgoknak azt mondani, hogy nem fogadlak el. Hogy Istenben bízom, nem félek. Ember mit árthatna nekem? Mit árthatna nekem az osztálytársam? Mit árthatna nekem a munkatársam? Mit árthatna nekem bárki? És megtagadom a félelmet. Nem engedem, hogy az életembe utat találjon, és elnyomorítson engem. Mert Isten nem a félelemnek a lelkét adta, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. És nagyon-nagyon figyelj oda, hogy amikor a kísértő próbál félelmeket behozni az életedbe, kérd az Urat, Jézus, segíts, hogy még idejében elkaphassam. Még mielőtt befészkeli magát a gondolataimba, még mielőtt elkeserít, elcsüggeszt, lezárni a te elmédet, lezárni a te füledet, lezárni a te szívedet, lezárni a te szellemedet a félelem elől. Hát a félelem gúzsba köt. A félelem olyan dolgot fog veled csinálni, ami nem normális. Isten ad ebben segítséget. És milyen gonosz ez az ördög? Azt mondja, hogy Illés, egy lehetőséged van. Hogy is mondják ezt ma? A kegyes halál. Ez nem is tudom, hogy aktív vagy passzív eutanázia, amit Illés csinált.
Hát szerintem elég aktívan hozzájárult ahhoz, hogy meghalljon. És tudjátok, az ördög az ilyen, az azt mondja, figyelj, egy esélyed van, nincs több. És ezt az esélyt én fogom diktálni, hogy mi lesz ez. Mert az ördög mindig beszűkít. Mindig beszűkít. A te szellemi látásodat, a te szellemi tekintetedet beszűkíti. Nem engedi, hogy úgy lásd az eseményeket, ahogyan az Isten látja, ahogyan Jézus látja. Az volt az ördögnek a üzenete, sugalmazása Illés felé, hogy figyelj, öreg, vége, ennyi volt, örülj neki, éltél át azért egy-két győzelmet is, most pedig búcsúzz el. Az Istennek mi volt a célja? Istennek meg az volt a célja, amit itt olvastam a végén, hogy van egy kis szolgálatod, kent fel Hazaelt Arám királyává, Jéhut kent fel Izrael királyává, Elizeust magad helyett, tehát Istennek volt célja. De az ördög ezt beszűkítette. És lehet, hogy éppen olyan helyzetben vagy, amikor egyszer nem látsz kiutat. Úgy látod, hogy csak egy dolgot tehetsz, és valahol te magad is tudod, hogy ez nem jó. Mint ahogy Illés is tudhatta, hogy ez nem feltétlenül egy pozitív hozzáállás, hogy kimegyek a pusztába meghalni. Nem normális dolog. És éppen ezért nagyon vigyázzatok és figyeljetek oda. Ne engedjétek, hogy a kísértő beszűkítse a ti látásotokat. Bármilyen helyzetben vagytok, higgyétek el, Istennek mindig van egy jobb terve. Lehet, hogy szellemileg te beszűkülsz, és nem látod, és egyszerűen csak egy dolgot látsz magad előtt. De ez nem az Isten akarata. És tudjátok, most nem azért, mert öngyilkosságról van szó, vagy hasonló helyzetről, de ugyanezt történik az öngyilkosoknál is. Beszűkül a szellem, a gondolkozás, az értelem, és azt mondja az ördög, egy dolgot tehetsz, lépj ki belőle. És ha kilépsz belőle, minden megoldódott. És nagyon sok ember ezt sajnos megteszi. És persze hazugság, mert az ördög mindig hazudik, semmi nem oldódott meg. És a sátán azt is mondhatja bármelyikünknek, akár neked, akár nekem, bármelyikünknek, hogy úgy tudod megoldani a problémáidat, ha kilépsz belőle. Illés kilépik ebből a helyzetből, meghal. Megoldódott volna a helyzet? Nem. És Isten azt akarta, hogy ne lépjen ki belőle, hanem maradjon benne, és csinálja végig, és csak utána menjen az Úrhoz, miután mindent elvégzett. És tudjátok, hogy hányszor támad a kísértő hasonló gondolatokkal? Azt mondja neked, ne csináld végig, lépj ki! Hagyd ott, nehézséged van, bajod van, kudarcaid vannak, csügetsz, depressziós vagy, lépj ki! De ez nem az Isten akarata. Ez a megfutamodás. És néha ugyanezt próbálja azt mondani, hogy bajod van a családoddal, az ősökkel? Lépj ki! Hagyd ott őket! Bajod van a munkahelyeddel? Lépj ki! Baj van a gyüliben? Lépj ki! Pesten könnyű? Olyan jól lehet itt váltogatni, akár itt néztem, hogy itt egy 3-4 gyüli van itt a környéken, itt lehet innen-oda, sok helyre, de nem ez a megoldás. Nem a kilépés, a megfutamodás a megoldás, hanem az a megoldás, hogyha ott maradsz Isten mellett. Olyan érdekes, eddig nem is figyeltem ezt a dolgot, de hogy olvastam az igét, az jött elém a 3. versben egy kis mondatocska. Így hangzik, a legényét ott hagyta Bérsebában. És aki depresszióban, reménytelenségben, kilátástalanságban van, nagyon sokszor azért van abban, mert aki segítségére lenne, azoktól elszakítja magát. Azoktól elszakítja magát.
Illés ott hagyta a legényét, Bérsebában elment egy napi járóföldre, hogy meghaljon. És valahogy velünk is ez szokott lenni, amikor ilyen helyzetben vagyunk, hogy azokat a kapcsolatokat, amelyek értékesek és hasznosak lehetnek, azokat elkezdjük hanyagolni, jegelni. Azt veszed észre, hogy úgy érzed, hogy a te problémád az túlságosan nagy és megoldhatatlan, és senki nem tud segíteni, egyik se segített, ezután se fog segíteni, akkor minek legyen az az ember mellettem? Ott hagyom Bérsebában. És ha hív, nem veszem föl. Ha keres, nem vagyok elérhető. És elszakítom magam azoktól a kapcsolatoktól, amelyek igenis segítségemre lehetnének akkor, amikor ilyen helyzetben vagyok. Ezt azért mondom, mert én is jártam már így. Amikor nagyon magam alatt voltam, és kerestek, és akartak velem beszélni, én nem akartam velük beszélni. Mert úgy éreztem, hogy ez az én ügyem, ez az én gondom, ez az én bajom, úgy se értik meg. Nem kellenek nekem olyan emberek, akik most itt síránkoznak fölöttem. Nem kell nekem az, hogy itt most pufogtassanak felesleges dolgokat. Majd én megoldom. És megoldottam szerintetek egyedül? Nem. Amikor te azokat az embereket, akik fontosak számodra, akik elkísértek egy útig, életutadon, a hívő életed során, ott hagyod, nem kell ez ilyen nagy szakítás, csak egyszerűen elfeledkezel róluk. Vagy nem keresed őket, akkor elvágod magadtól azt a lehetőséget, hogy az Isten rajtuk keresztül tudjon neked segíteni. Elmész a kis magad sivatagába, elkezded sajnáltatni magad, ó, milyen egyedül vagyok, senki nem törődik velem, milyen gonosz ez a világ, gyülekezetből se érdeklődik senki, hát aki a pusztában van, aki kivonja magát a forgalomból, az a nagyon nehéz mit kezdeni. És Isten nem adta meg a gondolatolvasás ajándékát, legalábbis nem tudok róla sokaknak. Ne szakítsd el magad azoktól az emberektől, akik a segítségedre lehetnek. És mi van, hogyha ilyen depressziós és nagyon nehéz helyzetben vagy? Nagyon érdekes, a Biblia nagyon egyszerű dolgot mond. Lehet, hogy csak aludnod kell egy jót. Gondolkoztam, hogy ezt a nagy szellemi igazságot elmondjam-e. Sokat imádkoztam rajta. Gondolkoztam, hogy hogy fogalmazzam meg nektek ezt a mélyen szántó gondolatot. De úgy döntöttem, hogy próbálom egyértelműen. Lefeküdt és pihent. Néha nagyon sokat jelentenek ilyen nagyon egyszerű dolgok. Hogy amikor túlságosan ki vagy, mert túlhajszoltad magad. Mondjuk egy vizsgaidőszak, tudom, hogy ti nem olyanok vagytok, nálunk volt olyan, hogy vizsgaidőszak során nem kezdtünk el időbe készülni, és akkor az utolsó hetek egy kicsit intenzívek voltak. Emlékszem rá teológusként, egy kicsit őrültként is. A kávét így nem ilyen kis csészéből ittük, hanem bögréből. És hát sikerült végül is levizsgázni, de meg ne kérdezzétek 3 nap múlva, mi maradt meg. Igen, lehet, hogy Isten azt mondja neked, hogy pihenj. Szükséged van egy kis pihenésre, mert túlhajszoltad magad. A testnek igenis meg kell adni, ami az övé. És ha te kizsákmányolod a te testedet, akkor ne csodálkozz, hogyha egy idő után ilyen gondolatok és ilyen érzések fognak téged hatalmába keríteni. Azt látjuk ebben a történetben, és talán a mi életünkben is, hogy nagyon sok depresszió, csüggedés, reménytelenség, kilátástalanság mögött sátáni támadás áll. Kell erről is beszélni. Gondoljátok el, Isten adott egy hatalmas ébredést. Isten ott kivont a forgalomból 850 hamis prófétát. Izrael népe azt mondta, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten. És ez tetszett az ördögnek? Nem.
És pontosan jól tudta, kit kell ki pöccinteni. Ezt az Illés nevű embert. Meg kell keresni a fogást Illésen. Hol lehet őt megtalálni? És egy nagyon érdekes dolgot talált, amire nem is gondoltunk volna. Egy asszony szavától megijedt. Persze nem feltétlen Illés mentségére mondom, azért emögött az asszony mögött elég negatív szellemi töltet állt. Tehát azt, hogy Jezabelnek hívják, és ez a szellemiség, ezt összeértem, hogy körülbelül mit jelent, mert Jezabel ma is van, hadd mondjam el, ez a szellemiség ma is munkálkodik és működik, néha a gyülekezeteket is megkísérti ez a szellemiség. Hogy fel tudjuk ismerni, elmondok egy pár jellemzőjét. A jezabeli szellemiség jellemzői Isten embereinek az eltüntetése az útból. Hogy amikor Isten valakit használ, különösen használ, akkor ez a szellemiség, vagy ezt a szellemiséggel bíró asszonyok, vagy ne talántán, uram, bocsán, férfiak, megpróbálják ezt kivonni a forgalomból. Néha szépen, néha csúnyán. De megpróbálják kivonni a forgalomból. A jezabeli szellemiségnek a jellemzője az embereknek a manipulálása. Találkoztatok már ilyennel, hogy valaki manipulált titeket, vagy megpróbált manipulálni? Volt egy elképzelésed, hogy mit csinál, és valaki azt mondta, nem, te ezt csinálod. És egy idő után azt vetted észre, hogy az uralma alatt vagy. Fogságban tart téged. És mindezt úgy csinálja a manipulálást, hogy közben háttérben marad, és mindig védhető. Nem ő csinálja, csináltatja. Itt is Jezabel mit csinált? Nem ő ment oda, hogy figyelj öreg, meg foglak ölni. Oda küldött valakit, ő adja át az üzit. A nyílt konfliktus elől elbújik, nyájaskodva, kedveskedve, saját hibáit másra keni, és hibáinak következményéért más teszt felelőssé. A jezabeli szellemiségnek a jellemzője az alattvalóit kiskorúságban tartja, és a tekintélyeket, akár a gyülekezetben is, igyekszik befolyásolni. A férfit határozatlanná befolyásolhatóvá teszi, a nőtől pedig elveszi nőiességét, keményé, arrogánssá teszi. Szolgálati ajándékként tünteti fel magát. Tanításain keresztül fertőz, paráznasság alakul ki, lelki szinten bálványimádás, ez úgy történik, hogy őt imádják, ő a bálvány, a mai Jezabel. Ilyen módszereket használt ott akkor Jezabel. És ez a szellemiség támadta meg tulajdonképpen Illést. Illésnek ez volt a gyenge pontja. És érdemes elgondolkoznod azon, hogy vajon mi a te gyenge pontod? Ezeket fel kell térképezni. Nem kell sokat gondolkozni rajtad. Nézd meg, hogy hol esel el a legtöbbet. Miért szoktál legtöbbet bocsánatot kérni az Úrtól? Melyik a visszatérő imádságaid, mondjuk a bűnbánat során? És Isten azt akarja, hogy ezeket a területeket az életedben légy szíves, hozd az Isten elé. Zárd le Isten segítségével, a Szentlélek által, hogy ne tudjon a kísértő ezeken a területeken újra és újra és újra bemenni. A Biblia azt mondja, hogy amikor nagy takarítást végzünk szellemileg, akkor igenis arra van szükség, hogy Jézus, mint erősebb fegyveres, ezeket kitakarítsa az életünkből. De utána nem maradjon felékesítve és üresen, hanem a Szent Szellem töltse be ezt a helyet. Jézus töltse be ezt a helyet. Hogyha legközelebb jön a kísértő, akkor már találkozzon egy még erősebbel, Jézussal. Milyen gonosz a sátán.
Azt néztem itt az igében, hogy felrakta Illés a nagy lemezt. Ugyanazt mondja. Mindig ugyanazt mondja. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták a szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Megkérdez az Úr még egyszer, és folytatja, és kétszer, és háromszor, és ha az Úr tízszer kérdezte volna meg, tízszer ugyanezt mondja. Mert ez a jellemzője az embernek, aki egyszerűen ilyen helyzetben van, hogy egyszer nem tud kilépni önmagából. És ráadásul, amiket mondott, bocsánat, de nem fedik az igazságot. Azt mondja Élés, buzgolkodtam az Úrért, már ez igaz, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet. Fél igazság. Mert Izrael fiai azt mondták, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten. Mondhatná erre az Úr. Lerombolták oltáraidat. Igen. De közben épült egy másik oltár. Arra nem emlékszel, Illés? Amit te építhettél Izrael törzseinek száma szerint, azzal mi van? Profétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Illés, akit elbújtatott Obadjáhu, azokkal mi van? Azok is proféták, százan. És látjátok, hogy sokszor, amikor ilyen reménytelen helyzetben vagyunk, akkor egyszerűen nem tudjuk jól értékelni a dolgokat, és Isten szemszögével látni. Mert Isten ugyanarról a helyzetről egészen másképp gondolkozott, mint Illés. Ott van Illés. És megkérdezi az Úr tőle, mit csinálsz itt? Depressziózom, Uram. Rosszul vagyok. Hát nem látod? Látja az Úr. És szomorkodik amiatt, hogy a sátán időnként így ki tud bennünket vonni a forgalomból. De Isten nem a feladás Istene. Isten nem azt mondja, hogy hát jó van, látom, végül is elég sok mindent megcsináltál, tulajdonképpen egy sikeres életpályán mögötted, légy szia, akkor most menj nyugdíjba, keresek valaki mást. Isten nem nyugszik bele abba, hogy Illés ott problémázik. Teljes szívével benne van az Isten, átérzi, hogy miről van szó, tudja, hogy mind megy keresztül Illés, de nem hagyja benne ebbe a mocsárba. Hanem azt mondja, hogy figyelj, Illés, úgy olvasom itt az igében. Azt mondja, jöjj ki, állj a hegyre az Úr színe elé. És ezt mondja neked is az Isten ma ezen az estén, hogy jöjj ki a depresszióból, a fájdalomból, a kilátástalanságból, az elkeseredésből, a csüggedésből, jöjj ki, és állj az Úr elé. De hát nem vagyok rá alkalmas. Dehogy is nem. Állj az Úr elé. Állj a sziklára. Ez a szikla Jézus Krisztus. A mocsárból állj már végre a sziklára. Bízzál már végre Istenben. És mondd azt, hogy Istenem, bocsánat, hogy elfeledkeztem rólad, bocsánat, hogy a habokra tekintettem, bocsánat, hogy sajnáltattam magam, én most már rád akarom bízni az életemet. És azt látjuk, hogy amikor odaáll, úgy olvassuk, jöjj ki, ágyra az Úr szín elé. Elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, tördelte a sziklákat, de az Úr nem volt ott a szélben. Földrengés nem volt ott az Úr. Tűz nem volt ott az Úr. És amikor a halk és szelíd hang jött, akkor tudjátok, mi történt? Akkor jött ki Illés. Addig bent volt a kis barlangjába. És amikor Isten halk és szelíd hangon megszólította őt, na erre van szükségünk. Jézus hangjára. Arra halk és szelíd hangra, amely azt mondja, hogy nagyon szeretlek téged így is, Illés. Meg Dávid, meg Zoltán. És mondhatnám itt a neveket sorba, csak nem tudom. Azt mondja az Isten, hogy nagyon szeretlek téged. És én másképp látlak téged, mint amilyen állapotban most vagy.
Én nem engedem, hogy te ebbe benne maradjál és benne ragadjál. Én nem gyönyörködöm abban, amikor te bevonulsz a magad kis barlangjába, magadra csukod az ajtót és kiírod, hogy ne zavarjanak. Hanem én azt akarom, hogy gyere ki. Lehet, hogy nem megy egyedül. Hívjál segítséget. Barátodat, gyülekezetből, akár a lelkipásztorodat, vezetőt, gyülekezethez, akárkit. De Isten azt akarja, hogy gyere ki. Menni fog. Illésnek is ment. És egyszer csak kiáll Illés. És egy nagyon megdöbbentő dolog történik. Lehet, hogy Illés azt várta, hogy most az Úr lelki gondozza őt. Megállt, és várta a bátorítást. Várta azt, hogy majd kenegeti az Úr őt, és majd mi fog történni. És egyszerűen az Isten valami mást talált ki. Feladattal bízta meg. Feladattal bízta meg Illést. Azt olvasom itt az igében. Ekkor azt mondta neki az Úr, menj, kelj ismét útra, kent fel Hazaelt, kent fel Jéhút, kent fel Elizeust. Csináld a dolgodat. De hát, én depressziós vagyok, Uram. Nekem kell egy kis pihenés. És tényleg van, amikor kell egy kis pihenés. Én azt mondom, tényleg van, amikor valakinek kell egy kis pihenés a regenerálódásra. De vannak esetek, és vannak emberek, akiknél nem kell pihenés. Hanem egyszerűen az Isten, ahogy úgy megfogja, kihívja, helyre rakja a dolgokat a gondolatában, a szívében, a szellemében, a lelkében, és azt mondja, hogy figyelj, folytasd, ahol abba hagytad. Nem kell itt most problémázni, meg itt most nagyobbnak tenni a bajt, mint ami történt. Kész, egy ilyen helyzetbe bekerültél. Ebből én kihoztalak. Akkor hajrá. Akkor menj tovább. És ne problémázz ezen. Még egyszer mondom, vannak olyan esetek, amikor ez nem teljesen így működik, hogy ilyen gyorsan lehet feldolgozni ezeket a dolgokat, de nagyon sok esetben nagyon hasznos az, amikor az Isten ilyen módon gyógykezel minket. Hasonlót tett Péterrel, nem? Szeretsz engem? Szeretsz engem? Szeretsz engem? Hát akkor legeltesd az én jóimat. Úram, de hát ő azért valamit elkövetett. Tudjátok, ez a beidegződés, ami ott van bennünk néha. Nem tudunk megbocsátani egymásnak sokszor a gyülekezetben sem. Ha valaki valamit valahogy jár, valamit elkövet, valami történik, hát Uram, őt most parkolópályára állítjuk, nézzük az életét, mi történik, mi nem történik, és ha majd valamikor egyszer talán a hátsó sorban osztogathatja az újságot. De Isten másképp gondolkozik. Sokszor sokkal kegyelmesebb, mint mi. Helyreállítja Illést. És Illés, ami nagyon jó, hagyja magát helyreállítani. Istennél mindig lehet újra kezdeni. Nincs olyan mélység, nincs olyan távolság az Istentől, ahonnan ő ne tudna visszahozni. Lehet, hogy mélységet enged meg az Isten az életedben, mint ahogy megengedte Illésnek is. De tudod, miért engedte meg? Azért, hogy amikor feljössz onnan, másoknak segíts. És megértsed a másikat. Gyülekezetünkben van most egy testvér, aki nagyon nagy mélységeket jár meg. Depresszióban van. Próbálunk neki segíteni, biztatni, bátorítani, imádkozni, bőjtölni, amit ilyenkor kell tenni. És a múltkor beszélgettem a gyülekezetben valakivel, és azt mondta nekem, hogy figyelj, én ugyanezen mentem keresztül. Itt a megoldás. Figyelj, menj el hozzá, és mondd el, hogy te ezt hogy élted meg. És tőled még hitelesebb lesz, mint tőlem. Mert én olyan mélyen talán még nem voltam, mint amilyennel most ő van. Lehet így tekinteni a bennünket ért nehézségekre, hogy Istenem, te fel fogsz használni engem valakinek az életében? Lehet. És én ezt kívánom, hogy te, ha nehézségem vagy, mész keresztül, akkor ennek a gyümölcsét, amit learadtál magadnak, amit tanultál, amire elvezetett az Isten, ezt
add tovább azoknak, akik hasonló cipőben járnak, mint te. És lehet, hogy te egy ilyen lelki gondozó leszel a gyülekezetben. Te megérted azt a másikat. És tőled nem eltávolodni fognak, és nem otthagynak, mint a legényét otthagyta Bérsebában Illés, hanem hozzád oda mennek. És azt mondják, hogy figyelj, olyan jó volt a múltkor, amikor beszélgettünk. Amikor imádkoztál értem. Amikor tanácsoltál. Kérlek, segíts rajtam. A Biblia és Isten teli van kegyelemmel. Isten helyreállító Isten. Bíz benne. És amit az elején is, most is azt mondom, soha ne add fel. Legyen ott előtted. Az a kép, nem hoztam el most, nem vetítettük ki. Tudjátok, az a béka, amelyik folytogatja a gólya nyakát, akkor is, amikor már a feje bent van a gólya torkában. Soha ne add fel. Isten mindig tud újat kezdeni veled. Amen.